Szokás szerint egy évérték előtt mi mással kezdenénk, mint azzal, hogy megkérdezem polgármester urat, hogy az idei teljesítményét, vagy az önkormányzat idei teljesítményét 1-től 10-ig tartó skálán hányasra értékeli? Köszönöm a kérdést. Jó kérdés. Én azt mondanám, hogy mindenképpen a 10-es felé konvergál, de természetesen 10-est sosem adnék, mert azt jelenteni, hogy mindent, amit terveztünk, meg azt is, amit nem, azt megvalósítottunk. Ilyen sosem lesz, vagy lehet szinte, vagy szerintem, mert akkor egyrészt azt is jelenteni, hogy elégedettek vagyunk és hátradőlünk, az pedig szerintem sose jó, hogyha nincs olyan motiváló dolog, tényező, ami tovább hajtaná az ember. Tehát, azért nem lenne baj, hogyha mondjuk a magyar válogatott megnyerni az Európa-bajnokságot, tehát ha magasra teszik a lécet... Akkor a világbajnokságra is. Ja, de ha azt is, akkor hát nincs tovább. Így van. Tényleg semmi kép, de mondjuk egy ilyen jó erős 8-asra, hiszen majd itt talán kitérünk rá, hogy mi minden valósult meg mondjuk az idén, vagy akár ebben a ciklusban, és mik azok, amik még mondjuk jövő évben várhatóak. Úgyhogy olyan, tehát ennél sokkal gyengébb évek is voltak. Kezdjük ezzel a 20%-kal, ami ugye lejön ebből az értékelésből. Mi az, ami nem valósult meg, és van-e olyan ezek között, ami le is került a tervek sorából, vagy pedig megvalósult, csak csúszik? Semmi nem kerül általában, mert amit eltervezünk, és szükséges, és jó dolog, azt addig pályázzuk, vagy addig megyünk, amíg meg nem valósul. Erre számtalan példa van, ezt mindig többször elmondtam, hogy csak idő kérdése, hogy valami megvalósuljon. Természetesen egyszerre egy időben nem lehet az összes utcát leaszfaltozni, vagy az összes jelet megcsinálni, vagy az összes közintézményt 100%-osra felújítani, kibővíteni, hogy tökéletesen tudjon működni. Ez mind idő kell, és mire a végére érünk, ugye már kezdődik előről, mert amiket már 10-15-20 éve hoztunk rendbe, azokkal megint foglalkozni kell. Tehát igazából ez, hogy 20%, na ezért veszélyes mondani bármit, ilyenkor már egyből számol, és igen, 20% akkor hiányzik. Nem, azok majd jövőre vagy két év múlva fognak megvalósulni. Volt ilyen kisebb pályázat, Magyarfalu pályázat például, amit beadtunk és nem nyert, meggyőződésem és bízom benne, hogy majd jövőre nyerni fog. Nézzük a sikertörténeteket, mi az, amit elterveztek az év elején, vagy akár el se tervezték, csak menet közben kiírtak egy pályázatot, nyertek és megvalósult. Általában azért egy ilyen pályázat előélete, vagy ilyen fejlesztések előtte az egy éven át nyúl, vagy túl nyúlik. A játszótért történet az egy viszonylag gyors és tényleg egy sikeres történet. Több szerencsés, véletlen egybeesésének is köszönhető, hogy pont akkor voltunk egy olyan helyen, amikor államtitkár képviselővel beszélgettünk, és akkor mondjuk így lecsaptunk a lehetőségre. Tavaly ilyenkor kezdett komolyra fordulni, így pont karácsony és szilveszter között, pont covidos volt, amit otthon feküdtem, és akkor írtuk meg a pályázatot. És idén tavasz végén át is adhattuk ezt a játszóteret, azóta még kisebb fejlesztéseket is hajtottunk rajta végre, és nagyon népszerű. Például ez az egyik idei évi sikertörténet. De ezen kívül verbál történetek egyik legnagyobb beruházása az iskola új épületek átadása, az idén tavasszal történt. Igaz, ennek is nagyon hosszú, több évtizedes elő élete volt. De ezen kívül szolgálati lakást építettünk, adtunk át, ez is az idei évben kezdődött és valósult meg, napelemes fejlesztés az egészségházon, igen, nagy volumenben ez is idei történet. Arravatalozó felújítása, majd hogy nem új építése, az is idén történt. A Szent Anna ház új közösségi tér. A közösségi rendezvények, közösségi élet szempontjából ezt az évet nem terhelte már a koronavírus járvány, és talán az energiaválság sem, amit beharangoztak tavaly a háború miatt. Ez meglátszott a látogatottságon is? Igen, nagyon népszerű és sok ember által látogatott volt, például a búcsú, a legnagyobb ünnepünk, aztán az őszi pálinka, most a falukarácsony, ami most nem olyan régen volt, illetve az adventi rendezvényeinken is nagyon sokan voltak.
volt májusban egy német testvértelepülési látogatás, jubileumi, és ahhoz kapcsolódóan nagyobb rendezvények, azok is. Tehát így van, ez az év ez ilyen szempontból is sikeresnek mondható. Igen, még nincsen vége, de most már a ilyen nagyobb közösségi rendezvény az idei év hátralévő néhány napjában nem lesz, ilyen magán kisebb rendezvények, összejövetelek lesznek a közösségi terekben, amiket ilyen magánszemélyek szerveznek és bérelnek ki, és ott búcsúztatják az életünket. Milyen területen látna jövőre fejlődést leginkább? Melyik a legfontosabb terület? Amiket már elnyertünk, két ilyen nagyobb pályázatunk van, a bölcsőde végre reméljük, hogy elkezdhetjük, illetve a vízügyi felszíni vízkezelési pályázat. Ezen kívül most éppen szintén így az ünnepek alatt dolgozunk Magyarfalus pályázat beadásán, tehát január elején van a határidő, amit beadunk, hát reméljük, hogy azt is elbírálják, ugye általában a Magyarfalu az gyorsan szokott menni, tehát az elbírálás és a megvalósulás viszonylag kevésbé bürokratikus, mint mondjuk az Európai Uniós pályázatok. Tehát most adunk be egy ilyen Magyarfalut, önkormányzati intézményfejlesztés, illetve vannak, amiket idén adtunk be, és nem nyert tartalék-listán van, azokat véletlenül újból beadjuk, és várjuk az újabb kiírásokat. Egy utolsó kérdés, aztán majd a jövő év elején egy ötletbörzét vagy tervezést is kérek polgármester úrtól, de hát ugye mindenki tudja, hogy jövőre önkormányzati választás lesz. Az előző ciklusban, 19-ben nem volt kihívója, nem volt ellenfele. Most tud-e erről valamit? De feltételezem, hogy indul a polgármesteri székért, és milyen kampányra számít itt helyben, mi a jellemző? Igen, indulok. Én azt gondolom, hogy inkább itt perbálon nem volt jellemző sosem a párt politizálás, tehát hogy ki melyik oldalán áll, tehát a perbál oldalán, a közösségfejlesztésének oldalán áll, máshol nem állhat. Úgyhogy, hát hogy kik indulnak, vagy milyen induló, még milyen kampány, ezt nem tudom. Én remélem, hogy olyan lesz, mint ami itt hagyományos, itt helyben, tehát hogy nem nyomja rá pártpolitizálása, illetve az országos nagy politizálása bélyegét az itteni választásokra. De ugye ez egy különleges év lesz, 4, illetve 5 választás is egyben fog lezajlani, ugye polgármester, képviselő, kisebbségi önkormányzatok, vármegyei közgyűlés, és az EU-s, és az Európai Uniós. Tehát ember legyen a talpán, aki tájékozódni fog majd a sok szavazólap között. Mindenesetre jó felkészülést kívánok, és arról, hogy a újraválasztás esetén kit szeretne hallgatni a jövő évi búcsúban, arról majd legközelebb beszélünk. Így van, addig még remélem sokszor találkozunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.